Kovács Zoltán vegán séfet köszöntjük itt a konyhában. Öregen. Szeretettel köszöntünk, örülünk, hogy ismét itt vagy. Hát a neved az mindig valami különlegességet garantál. Ma sincs másképp, már gyönyörűen megterítettél. Mert hogy mit fogsz ma készíteni? Ugye általában húsmentesség egyében szoktam jönni hozzátok vendégként. Ma egy olyan fogás kerül az asztalra, ami egyébként alapvetően is húsmentes, tehát bírsalmas sajtot fogunk készíteni, mint már jól látjátok itt a végterméket elhoztam, hiszen ez egy hosszabb folyamat, mivel állnia kell egy-két hetet, de ezt majd a középső részben, ahol több időnk lesz, ott majd jobban kifejtem. Bírsalmas sajtot készítek nácukorral és esetleg dióval. Ennek az az érdekessége, hogy ma ugye, amikor annyi ártalmas desszertet fogyasztunk, ugye ilyen meg előkezelt cukrokat, meg ilyen egyszerű mérgeket úgymond, akkor ez a természetes desszert, ez nagyon szépen helyettesítheti ezeket, és akkor a gyerekeknek is lehet ezt adni esetleg a szaloncukorként, el lehet készíteni kis jégkocka tartóba, úgyhogy nagyon sok mindenre felhasználható, gyümölcskenyérbe, gyümölcslevesbe, de hát ismered nagyjából, és gondoltam, hogy ezt készítsük el itt élőadásban. Remek ötlet. Zoli az imént úgy fogalmazta, hogy esetleg dióval. Mi az esetlegesség oka? Hát ha valaki nem szereti, vagy allergiás, akkor kiadhatja belőle, lehet mandulával is csinálni, egyéb fűszerekkel, egész fahéjt belefőzni, de is tettem díszítésnek egyet, vagy egy kis szegfűszeget. De a magvak alapvetően jól állnak neki. Persze, alapvetően. Csak gyorsan vegyük át az elejét, hogy aztán nehogy lemaradjanak a nézők a lényegről. Első fontos tézis, hogy a héját rajta kell hagyni. A pektin miatt, hogyha ezt levennénk, akkor elég sokat elvesztenénk ebből. A második pedig az, hogy egyszerűen csak kivágjuk így a makházát, és ekkora durva darabokra fölvágjuk, és feltesszük annyi vízben, hogy bőven ellepje. Ezt itt láthatjátok is. Forrás után körülbelül 15 perc alatt puhára fő, vaj puhára. Igen. A többit, a cukorra való főzést, és az egyéb instrukciókat a következő részben nagyon szívesen elmondom. Hát mindenképpen bele fogunk menni, bele fogunk ásni majd a mélyére, illetve nyilván ezekre a tippekre, trükkökre mindenképpen kíváncsiak vagyunk, hogy hol lehet ezt elrontani, hogyha el lehet, mi múlik az, hogy ez sikeres legyen. Önmagában, amikor azt mondjuk, hogy bírsalma, szerintem mindenkinek az ősz jut eszébe. Alapvetően vegán séfként, vagy a növényi ételnek mennyire szerves részét képző étel a bírsalma, vagy éppen a bírsalma sajt? Hát ritka, azért is hoztam most, mert ugye rövid ideig kapható ősszel, maximum talán karácsonyig hűtőházakba, érdemes törekedni rá, hogy magyar terméket, vagy magyar gyümölcsöt vásároljunk, egész más a zamata, egész más az íze, a tápanyagtartalma, úgyhogy ez nagyon fontos, én is azt tettem, sőt saját kertünkből is hoztam két darabot, amiből ez készül, úgyhogy ez tényleg csak ilyen kis kiegészítőként, nasolásra, desszertként ajánlom, és egyébként az év nagyobb részében ez egy elfelejtett, vagy abszolút, hogy mondjam, nem szezonális abszolút termék. Zoli, engem már felcsigáztál, én várom a folytatást, hamarosan érkezem hozzá. Rendben, köszönöm. Ugyan amíg erdélyi Alice dietetikussal beszélgető, nem tudtam kinézni Zolira, de szerintem azért boldogan, hát szerintem bólogattál, amikor odaértünk, hogy már pedig, ugye, hogyha valaki tényleg rendszeresen és folyamatosan eszi a zöldséget, akkor ezzel nincsen problémája, ennek te is az egyik fő szószólója vagy, évek óta ezt a táplálkozási vonalat folytatod, és nincsen semmiféle hiánybetegséged, nem szenvedsz hiányt, ráadásul fantasztikus ételeket készítesz. Térjünk vissza a bírsalma sajthoz, mert hogy meglehetősen előre haladott állapotok uralkodnak már, ugye amikor itt hagytunk, akkor még a kedves nézők is azt láthatták, hogy tulajdonképpen a durvára darabolt bírsalmát éppen, hogy a bőven őt ellepő vízben elkezdted főzni, és most már gyakorlatilag látjuk, hogy pürésítetted is. Igen, de még látszólag van ez az előre haladott állapot, azért még ez elég sok vizet tartalmaz. Akkor még egyszer vegyük át az elejétől. Megvettük a bírsalmát. Jó alaposan megmostam a héját, hiszen a héjával együtt fogom megfőzni. Igen. Ugye ez tele van mindenféle szőrökkel, meg a barázdáiba benn van esetleges szennyeződések. Utána földaraboltam, kivágtam a magházát, esetleges kis férgeket, amik benne vannak nem kívántosak, a héját ugye rajta hagytam. Ezt mondtam az elején, hogy nagyon fontos. Feltettem bővízben fedő alatt főni. Forrás után 4 óra 20 perccel vaj puhára főtt, leszűrtem, a levét felfogtam. Ennyi maradt a levéből. Ez nagyon finom, egyrészt a hölgy az előbb említette a burgonya levét, stb. Ezt ebben ugyanúgy hiszek. És hát a tökéletesen kapcsolódik ehhez, igen. Hogy nagyon finom üdítő. Tehát egy pikáns, fűszeres, édeskés ízvilágot kapunk, kicsit meghűtjük, hagyjuk a konyhába így egyszerűen, és délután elfogyasztjuk, vagy másnap. És utána ugyanabban a lábosban, amiben megfőztem, közben itt kevergetem, mert ugye ennek az lesz a lelke, hogy nem szabad itt magára hagyni.
hogy hadd fejlődjön, mert nagyon hamar le tud égni. Ugye kicsapódik a cukor, igaz? Hát inkább az, hogy egyre kevesebb benne a víztartalom, uh-huh. tehát sokkal hamarabb leég. Aha. Tehát sűrűbben kell kevergetnem. Az elején még lehet egy picit nagyobb lángon, közepes lángon, ritkábban keverni, de ahogy telik az idő, és tűnni kell belőle gőzformájában a víztartalom, így egyre hamarabb elkezd lekapni az alja, látod is, ahogy oda ragad, meg érzem a fakanállal, hogy már nehezebb kevergetni. Na, tehát utána, amikor megvan a leszűrt birsalmám, visszaöntöm a lábosba, így ahogy van egyből uh-huh. forró, nem várok, és hozzáöntök legalább fele annyi cukrot. Tehát ez 70 deka birsalma volt nyersen. Már benne van a cukor, de még egyszer, amikor eltávolítottam a makházát és feldaraboltam, lemértem a birsalmát. 70 deka volt, és ehhez adtam 35-40 deka cukrot. Uh-huh. Tehát ennyi szükséges ahhoz, hogy a végén ezt a zselés állapotot megkapjuk, egyrészt a pektin, másrészt pedig a cukor uh-huh. az, ami megadja ezt a birsalmasajtnak a végső formáját. Föltettem utána a lábosba, egyet kevertem rajta, mivel elég forró a birsalma, ezért hamar elolvadt a cukor, és utána ebből a kis botmixerrel simára pürésítettem. Cukor nélkül nehezebb lepürésíteni, mert nem olyan testes, nem olyan, tehát akkor még nagyon sűrű, meg darabos, úgyhogy cukorral érdemes egyből lepürésíteni, és megindul ez a lassú, kevergetős állapot, amikor is körülbelül 40-50 perc, attól függ mekkora lángó van és milyen mennyiséget főzünk, tehát most jön az, amikor mellé állunk, és esetleg valakivel beszélgetünk, vagy nézünk valami kis műsort közben, de ezt folyamatosan figyelmet igényel, és kevergetnünk kell. Milyen állagot kell, hogy elérjen, amikor azt mondod, hogy rendben, ez kész van? Uh-huh. Na, hát ha ezt most megnézitek, nem tudom, mennyire látja a kamera, hogy ez már ilyen nagyon sűrűnek tűnik, igaz? Annak tűnik, de talán mégsem. És meg is húzna, tehát ha most ide leteríteném, akkor valószínűleg meghúzna és uh-huh. megkeményedne, de mivel mi ezt a vastag állagot szeretnénk elérni, meg általában akár egy muffin formát, akár bármilyen szilikon formát, ami annak azért van 2-3-4 cm-es vastagsága, fontos, hogy a közepe is meg tudjon szilárdulni. És ugye a felülete mindenképp megszilárdul, hiszen a pektin cukor már van olyan állapotban. Viszont a közepe annyira lágy marad, hogy amikor megpróbálom kivenni, akkor szét fog folyni. Igen. Úgyhogy ezért még egy picit, hát azt szoktam mondani, hogy amikor már látom az alját, és látom az alját, ugye, de ebben nincs sok, hiszen elég nagy a lábos és az alján csak egy 3 centi massza van, de érzem rajta, egyrészt elkezd sötétedni, hiszen ahogy pirul, karamellizálódik a cukor is, tűnik el belőle a víz, elkezd sötétedni, igen, és érzed, hogy kezdi besűríteni, besütni, lehet látni még az oldalán a lábosnak, ahogy mondjuk ott megszárad, és abból is érezhetem, uh-huh. hogy hú, ez már jó, kemény, uh-huh. ez már biztos, hogy jó. Igazából nem tudok biztosat mondani, mert annyira függ az időtől, a lábostól, a lángtól, a keveréstől, a birsalma fajtájától, a cukor mienségétől. Azt is lehet, hogy esetleg kicsepegtetünk egy párat a tányérra, vagy hideg vízbe, jeges vízbe, uh-huh. és akkor ilyen golyópróba úgymond. Uh-huh. Kicsit várunk, megszilárdul, és akkor megnézzük, hogy mennyire ruganyos, kemény. A kedves nézők, nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy a mediaclick.hu per családbarát oldalon megtalálhatóak a receptjeink, és természetesen ez is. Zoli, most arról kérdeznélek egyébként, hogy mik azok a sarkalatos pontok, ahol meg lehet nyerni egyébként a birsalma sajttal vívott csatát, vagy akár el is lehet rontani? Hát az első a főzés, amit említettem, hogy meghámozzuk, nem vágjuk ki rendesen a makházát, uh-huh. hiszen benn maradnak ezek az erős makházak, amit itt most pont benne is hagytam, ezt a kis fehéret, akkor azt már a botmixer nem viszi, esetleg evés közben a fogra, tudod, azok a maki között, hát az... a körtének nagyon jellegzetes velejárója, hogy az belemegy oda a fogunkba, esetleg megsérti, azt mindenképp vágjuk ki. Főzésnél puhára főzzük, azt elmondtam, nem hámozzuk, azt is elmondtam, egyből lepürésítjük, azt is elmondtam, és kicsi vagy közepes lángon dolgozzunk, és adjuk meg neki az időt. Ne türelmetlenkedjük itt, ugye inkább alul dimenzionáljuk, nem pedig túl. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy el lehet-e rontani úgy, hogy valaki nem győzi kivárni, mi megszilárdul, megvágja, és aztán rájön, hogy hát ez korán volt. Igen, még arról nem is beszéltem, tehát először a főzésnél várjuk ki azt, hogy jól besűrűsödjön, és én most ebben a formában fogom, de ha általában uh-huh. ilyen őzigerinc forma szokott otthon lenni, azt nagyon sokan ismerik, ki is lehet fóliázni, folpakkal, hogyha valaki nem bízik mondjuk, hogy fogja kivenni belőle, de és egy pici hideg vízzel fogom egyszerűen csak kilötykölni, ugye ez egy tapadásmentes forma, beleöntöm, elsimítom, ez is így készült ebbe uh-huh. a formában, uh-huh. és egyszerűen hagyom 2-3-4 napig megszilárdulni, és egy picit össze fog zsugorodni, elválik a falától,
kap egy kis levegőt, és utána egyszerűen kiborítom csak egy ilyen rácsra. És itt korlátlan ideig hagyom. Tehát idézőjebb a korlátlan, az a lényeg, hogy egy-két hétig kapja meg ezt a kemény, szilárdabb állapotot, tűnjön el az az izzadság, úgy hívjuk, hogy kiizzadja még azt a kis nedvességet, ami még a felületén van, az eltűnik, elszárad, és utána be lehet egy sütőpapírba vagy zsírpapírba csomagolni, és betenni hűvös helyre a spájzba. És ez olyan, hogy akkor hetente le lehet kockázni belőle egy darabkát, és akkor feltálalni desszertként az ebéd után. Zoli, remekül összefoglaltad. Én hallottam itt valami szaloncukor, vagy... Mesztelen szaloncukor. Igen, hát ugye ezt, hogyha mondjuk egy jégkocka formába öntjük bele, amit én most ebbe a formába tettem egyébként, meg is foghatod nyugodtan, érzed, hogy már most megszilárdult, és megvan a rugalmassága. Okay. És még annyit, az előbb kérdezted, hogy meddig főzzük, mi az az állapot, amikor húztam a masszát a fakanállal, és egyben maradt. Tehát amikor fölcsúcsosodott, és nem plöttyett össze, már még tartása. Akár lassan sem, hanem egészen 90%-ban megtartotta a formáját, akkor érte el ezt a szép állapotot. Ez körülbelül egy kilónyi bírsalmát tartalmaz, arra nagyon érdemes figyelni, hogy többel ne dolgozzunk, mert akkor megduplázódik az idő, amíg itt állunk a tűzhely mellett, sokkal könnyebben leég, és hát ugye itt nem az a lényeg, hogy minél nagyobb lábosba csináljunk minél többet, hanem ilyen kis kevés adagokba, 3-4-5 bírsalmát összerittyentünk egy délután, két matiné között, és akkor megvan a desszertünk, ezt látjátok, ez már egy ilyen kéthetes verzió, de ez gyakorlatilag korlátlan ideig eláll, hogyha nem teljesen légmentesen becsomagoljuk, mert még a penészesedésre még mindig van esély. Egyébként legfeljebb csak kikristályosodik. Maximum, igen, abszolút. Tehát ez semmeddig nem tart, vagyis hogy semmi baja nem lesz, akár évekig is. Tehát ugye maximum keményedik, és egy kicsit rágósabb lesz. Na de ezt a juice-t, amit leszűrtem, ezt rögtön fogyasszuk el hozzá, amit említettem, hogy milyen... Egészségedre. Érzitek, hogy milyen kis savas, finom, üdítő, frissítő, amit a készítettem volna egy limonádét, nem? Igen, pedig és nagyon lágy, vízben főzött bírsalma benne volt fél óráig, és gyakorlatilag egy kiváló üdítő italt kaptunk. Semmilyen más ízesítés nincsen benne, csak a... Semmi. És megvan a savasság is, ezt ugye a csersavtól, megvan az édesség is, ugye a természetes egyszerű cukortartalmától. És így pedig megkóstolhatjátok magát a... Azt pedig azért mondjuk egy nagy érdekesség egyébként a bírsalmának, ugye említetted, 1 kg bírsalmából készítetted, és 3 ilyen apró kis pohár jött gyakorlatilag képből, tehát nagyon kevés egyébként a nedvesség tartalma. Már mire gondolsz? A pohár, ez a víz, amit én öntöttem rá? Igen, de nem is lett több, tehát a magának, a bírsalmának ugye a nedvesség tartalma az elképesztően alacsony. Tehát nem... Hát viszonylag kemény, igen, de és meg az is érdekes, hogy amilyen kemény felvágáskor tapasztalt, hogy alig bírod felvágni, olyan hamar megpuhul. Tehát azt hinni az ember, amikor először dolgozik vele, hogy akár órákig kellene főni idézőjelbe, és 10-15 perc alatt rommá tud főni. Úgyhogy nem is baj, ha rommá főzzük, maximum egy picit vízesebb lesz, utána tovább kell pirítani. Zoli, mindig öröm látni, te igen, köszönjük szépen, hogy ezt is bemutattad.